Drágulhat a taxi februártól Szabadkán. A városi tanács döntése értelmében az eddigi 95 dináros kezdőérték helyett ezentúl 125 dináról indulhat majd beszállásunk után a taxióra. A megtett kilométerenkénti díj pedig az eddigi 70 dináról 75-re emelkedik az első tarifában, míg a másodikban 85 dinára módosulhat. Sokak szerint egyébként is drága volt taxizni, nemhogy majd a drágítás után. Nagyon drasztikusak az árak, és ez borzasztó, hogy ilyen kevés a hogy is évják a nyugdíjak, a minden, és az véget, az tényleg nagyon sokan, akik már nem bírnak kocsit hajtani, nem bírnak hogy is járkod vezetni, meg mit tudom én, és az nem futja ki azért, hogy elvigyék a hogy is járkod, azért nem nagyon járnak ki a mentősök sem azért, és ez tényleg nagy drágulás, mindönbe. Olyanok is akadnak, akik egyetértenek az emeléssel, hiszen az utóbbi időben mindennek az ára emelkedett. Taxim ne putujem često retko, ali cene rastu svega, tako da to je sasvim normalno da ide gore i cene taksija i svega. A szabadkai taxisok szerint mindenképp szükséges volt az árak emelése, ugyanis az üzemanyag drágulása mellett a kocsik fenntartási költségei is emelkedtek. Ez pedig komoly problémát jelent a fuvarozóknak. Potrebno je zato što je cena goriva u posljednje par mjeseci jako otišla i ostale usluge tipa knjigovođa, mehaničarske usluge i naravno morali smo i mi korigovati neku cenu minimalno da bi nadoknadili sve te troškove koje su nastali. Az utasok számára viszont jó hírnek számít, hogy a várakozási díj nem változik. Egy óra továbbra is 800 dinárba kerül majd. A drágulások várhatóan februártól léphetnek érvénybe Szabadkán.